Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. A januári emeléssel 200 ezer forintra nőhet az átlagos nyugdíj összege, a vásárlóértéke viszont nem változik. Az energiaválság miatt újra kell tervezni a költségvetést, jelentette be Orbán Viktor. Járulékcsökkentés nem lesz. Jövő nyári érvényben marad a háborús veszélyhelyzet, Magyarország ezzel egyedülálló Európában. Az idén is a szokásosnál hamarabb utalja a magyar államkincstár a nyugdíjakat, írta a közösségi média oldalán a pénzügyminiszter. A december havi nyugdíjakat másodikán pénteken utalja a magyar államkincstár, így az összeg már aznap megjelenik a bankszámlán. Amennyiben az ellátást postai úton kérték, úgy az ünnepi időszakban a postás december 2-a és december 14-e között viszi a december havi emelt összegű nyugdíjat, írja Varga Mihály. A következő családi pótlékot, gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, fogyatékossági támogatást szintén december 2-án pénteken utalják. Januártól újabb nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok. A híradóknak nyilatkozó szakértők 13-17% közötti emelkedéssel számolnak. Ez azt jelenti, hogy a novemberben 175 ezer forintra növelt átlagnyugdíj januárra 200 ezer forintra is emelkedhet. A nyugdíjas parlament elnöke szerint azonban ez csak a szinten tartáshoz elegendő, a nyugdíjak vásárlóértéke továbbra sem fog növekedni. 3 héttel ezelőtt kapták meg az idősek a novemberi nyugdíjkiegészítést és nyugdíjprémiót. Van, aki ezzel sem volt elégedett. Kegyetlen kevés volt. 2000 forinttal emelték fel. A 84 ezer, most 86 ezer. Ennyiből kell élnie egy hónap alatt? 212. Ennyiből kell élnem, és február óta nincs munkahelyem. És lejön a 100%-kal van. A gazdasági kabinet most további nyugdíjemelésről tárgyalt, derül ki Varga Mihály Facebook posztjából. A pénzügyminiszter azt írja, januártól újabb nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj. 140 ezer a nyugdíjam, hát nem tudom mennyi, hát mennyi, én örülök neki. Ha én 150 ezer forint nyugdíjat kapnék, akkor meg lennék elégedve. A jelenlegi költségvetési törvényben 5,2%-os emelés szerepel, ezt biztosan módosítják, hiszen a jövő évi inflációs előrejelzés ennek 2,5-szerese, egészen pontosan 13%. Ha igaz lehet ez a 13%-os emelés, akkor közel 1000 milliárd forintnyi plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok az év első, pontosabban a jövő évben, de ez mindjárt az év első két hónapjában megjelenik majd a bevételei körében, de ez természetesen nem szentírás. Ha a 13%-os emelést vesszük alapul, akkor a mostani emelt összegű 175 ezer forintos átlagnyugdíj csak nem 200 ezer forintra emelkedne. A kormány azonban az MNB decemberi inflációs előrejelzéséhez igazítja majd a nyugdíjemelést. Farkas András szerint ez 13-15% között reális. A nyugdíjas parlament elnöke kicsit többet, 16-17%-os emelést vár, viszont ők annak örülnének a legjobban, ha a megemelt juttatást differenciálnák. A medián nyugdíja 140 ezer forint körülieknek jobban emelnék, és a magasabb 2-3-400 ezer forint fölötti nyugdíjasoknál pedig egy alacsonyabb mértékű nyugdíjemelést eredményezne, mert el kellene kezdeni a felzárkózást és a nagy-nagy nyíló ollót folyamatosan zárni. Az infláció miatt ez a nyugdíjemelés csak a szinten tartásra lesz elegendő, a vásárlóerő nem fog nőni, tette hozzá Karácsony Mihály. Farkas András pedig arra emlékeztet, noha idén 14%-kal az éves nyugdíjas inflációnak megfelelően emelkedtek a nyugdíjak, ez ahhoz nem volt elegendő, hogy fedezzék belőle a háztartási energia 64%-os drágulását, vagy az 51%-kal többe kerülő alapvető élelmiszerek megvásárlását. Egyre több üzletben és egyre hosszabb ideig állnak üresen a kristálycukros polcok. Már nem csak a kisebb boltokban, de a multiknál is gyakori a cukorhiány. A legtöbb helyen korlátozzák a megvásárolható mennyiséget, van, ahol 1-2 kilót lehet egyszer elvinni, de a legnagyobb mennyiség is csak 5 kiló. Több hónapja nem tudtak cukorral kiszolgálni minket.
Ennek a Nagykanizsához közeli Sormáson működő boltnak a polcán csak hűthelyét lehet találni a cukornak. A tulajdonos azt mondta, ő két hetente rendel árut, így cukrot is, de hiába, a nagykereskedőtől hiába kér, nem kap kristálycukrot. A bevők panaszkodnak, mert már a városban is csak elvétve jutnak cukorhoz. Ugye beszélgettünk, hogy természetesen mi van a Nagykanizsán és mi van itt. Nagyon nehezen tudják a városba is beszerezni, arról nem is beszélt be, hogy csak egy vagy két kilót kapnak. Ugye mivel nálam nincs, kénytelenek máshol beszerezni. Tudomásul vették, de nagyon nehéz mindenkinek. Körbenéztünk Nagykanizsán is, ahol a cukornak csak a nyomát láttuk, de a nagyobb boltokban is üresek voltak a polcok. A házi asszonyok szerint egyre lehetetlenebb a helyzet. Körülbelül egy hétig tartott, amíg 4 kiló cukrot be tudtam gyűjteni a legvárfőzéshez. És most múlt héten is teljesen kifogytam a készletemből, gondoltam, vásárolok valahol cukrot. Hát hihetetlen, de körülbelül az 5. napon tudtam megint venni 2 kiló cukrot. Cukrászakács a szakmám. Ugye nagyon sokat kell csinálnom a családomnak, főzni, sütni. És sajnos, úgyhogy ha kellett, akkor Siófokról kellett beszereznem a cukrot. A vendéglátósok nem panaszkodnak a cukorhiányra, mert ők bármikor be tudják szerezni a szükséges mennyiséget. Igaz, a bolti ár többszörösét fizetik a szállítónak. Le van korlátozva az ára, viszont ott mennyiségi korlát is van, és abban a mennyiségben, amelyet a hatósági ástop megenged, egy ilyen vendéglátó egységet nem lehet ellátni. Tehát ott napi szinten kéne többször elmenni bevásárolni. Így megoldjuk úgy, hogy hetente kétszer rendelünk olyan mennyiséget, amennyi szükséges, rendes áron. Stábunknak sikerült kristálycukros felvételeket készíteni az egyik boltban. Igaz, ez nem most, hanem még augusztusban történt az egyik zalai kisfaluban. A cukor piaci ára jelenleg kilónként nettó 600 forint körül mozog. Ezt kell a céges vásárlóknak, a cukorral dolgozó vendéglőknek, pékségeknek, cukrászatoknak megfizetni. Jelentősen nőtt a bolti lopások száma, mióta elszálltak az élelmiszerárak. A HRFK szerint negyedével többen tulajdonítottak el idén élelmiszert, mint tavaly ilyenkor. A legtöbb lopás a hiper- és szupermarketekben történt. A tolvajok az illatszer és alkohol mellett a húst, a húskészítményeket, a tejterméket és a pékárut preferálják. Az ajtóra rögzített fólián keresztül mászik be a kisboltba a tolvaj, aki arcát ugyan félig eltakarta, de a Gyula üzlet kameráját már nem, így az rögzítette a lopást. A férfi először pénzt keresett, ám miután nem talált, az üzlet polcait pakolta ki. A felvétel tavaly készült. A bolti lopások száma azóta jelentősen nőtt az ORFK szerint. Térfigyelő kamera az óbudai üzlet bejáratánál, az alkoholokon pedig lopásgátló nyakpántok. Nem véletlen az elővigyázatosság, mondja a cég kommunikációs vezetője, ugyanis náluk is egyre több a tolvaj. Vannak a magányosak, akik gyakorlatilag amire éppen szükségük van, azt próbálják eltulajdonítani. De sokan azért lopnak, hogy aztán az egyre drágább élelmiszereket jó áron továbbadják. A bűnözők gyakran a tetlegességtől sem riadnak vissza. Az élelmiszer termékek árai folyamatosan is jelentős mértékben emelkednek, így egyre nagyobb hasznot remélhet az, aki élelmiszer termékeket próbál eltulajdonítani, illetve a karácsony közelettével is egyértelműen látszik az a tendencia, hogy ilyenkor növekednek a bolti lopások. Hasonló a helyzet a Tesco-nál is. Augusztus óta körülbelül duplájára nőtt az elkövetések száma és az ellopott élelmiszerek értéke, a HVG információi szerint. Az ORFK adatai szerint megyei összehasonlításban Budapesten történt a legtöbb lopás, a fővárost Borsot követi. Élelmiszert 25%-kal többen lopnak, mint egy éve. A leggyakrabban eltulajdonított termékek között előfordul a hús és húskészítmények, de olyan alapvető élelmiszerek is, mint a tej vagy a kenyér. Nem csoda, hogy ezek a tolvajok célpontjai. A portfólió elemzője szerint a magyar élelmiszerek drágulása kiugróan magas uniós viszonylatban. Azt látjuk, hogy elsősorban a tejtermékek, a különböző pékáruk, tehát a kenyér, zsemle és más pékáruk, illetve a tojás az, ami nagyon jelentősen drágult. Ezeknek az áremelkedése éves szinten már 90-100% volt, ami 100% felett volt. A hangulatos karácsonyi vásárokat pedig a zsebtolvajok árnyékolhatják be. A rendőrség ezért óvatosságra int mindenkit a következő hetekben. Nem lesz járulék csökkentés jövőre, ezt Orbán Viktor mondta a Kavosz ünnepi gála rendezvényén.
A bejelentés a már megkezdett minimálbértárgyalásokat is megakaszthatja. A miniszterelnök a költségvetést is újra tervezné, miután az energia ára csak idén 4000 milliárd forintnyi plusz terhet jelent a gazdaságnak. Az elszálló energiárak és a rezsicsökkentés fenntartása nagy terhet ró a gazdaságra. A Kavosz rendezvényén a miniszterelnök arról beszélt, hogy csak idén 4000 milliárd forintot kell előteremteni valahonnan. Minden forint, ami létrejön, az be kell, hogy menjen a rezsivédelmi alapba, mert ott nekünk elő kell állítani körülbelül 2000, a tavalyi évhez képest plusz 2000 milliárd forintot. Mindezt úgy, hogy a hazai adóterhelés már így is magas. Az áfa bevételek pedig rekordokat döntenek. Ezt már Bot Péter Ákos mondta híradónknak. A közgazdán szerint ezen túl is van mozgástér. Kihúzná az állami forrásokat felélő beruházásokat, de máshol is lehetne spórolni. Óriási pénz megy az állami igazgatásba. Hát ilyen ennyi államtitkár, kormány megbízott, adminisztrátor, ügyintéző nem volt. Tehát itt tulajdonképpen az állam magán kezdhetni a takarékosságot. A kifeszített gazdaság nem várt módon csattanhat a dolgozó embereken. Én nem tudom csökkenteni, mi nem tudjuk csökkenteni a TB járulékot, mert a falnál vagyunk már, nincs hova hátrálni. Lehetetlen, hogy a magyar költségvetés a 23-as évben bármilyen járulék csökkentés ki tudjon gazdálkodni, amellett, hogy fönn kell tartani a rezsivédelmi intézkedéseket. Ez pénzügyileg egész egyszerűen nem jön ki. Ez pedig a jövő évi minimálbértárgyalásokra is kihatással lehet. Egészen eddig volt realitása, hogy az emelés lefedje a 2023-ban várható éves inflációt, vagyis hogy a dolgozóknak ne csökkenjen a reálbére. Ha most visszalépnének ebből, akkor szerintem ez a Magyar Szakszeti Szövetség részéről egy kezelhetetlen helyzetet jelentene. Erre viszont minden esély megvan. A munkaadói oldal ugyanis csak járulék csökkentéssel tudná vállalni a várható inflációval megegyező emelést. A bejelentés viszont átírta a helyzetet. Akkor valószínűleg ezt ugye újra kell tárgyalnunk, hiszen ez azt jelenti, hogy beszűkültek a munkáltatóknak a lehetőségei, tehát biztos, hogy ennél az értéknél valamivel alacsonyabban tudunk majd csak mi megállapodni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a már elfogadott költségvetést hozzá kell igazítani a jelenlegi helyzethez. Már decemberben szükségessé válhat a benzin ársapka felülvizsgálata, ezt a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára mondta a Világgazdaságnak. Grád Otto szerint abban az esetben, ha a kormány a hatósági ár fenntartása mellett dönt, akkor jelentősen szűkíteni kell a jogosultak körét. Jelenleg ugyanis rengetegen vásárolhatnak kedvezményesen üzemanyagot, amit a piac már nem bír el. A Dunai finomító a karbantartási munkák miatt továbbra is csökkentett kapacitással üzemel, részben ez is hozzájárul az ellátási gondok kialakulásához. A fővárosban és vidéken is számos olyan kút van, ahol már egyáltalán nem tudják kiszolgálni hatósági áras üzemanyaggal az autósokat. Reális forgatókönyv, hogy a vidéki szállodák 20-25%-a bezár az év elején, ezt mondta a G7 portálnak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Baldauf Csaba szerint a nyitva maradó hoteleknél áremelések várhatók. A Danubius Hotels vezérigazgatója alapnak úgy nyilatkozott, a megemelkedett energiaköltség a szállodák árbevételének 15-20%-át viheti el a korábbi 4-5% helyett, de jóval nagyobb költséget jelent az eddiginél az élmiszer beszerzése és a munkaerő bére is. A szektorban egyébként már az elmúlt hónapokban is emeltek árat, a drágulás akár 20-30%-ot is elérheti. Egyes szakemberek szerint még 15%-os áremelést vendégveszteség nélkül elvisel a piac, de az emelkedő árak előbb-utóbb jelentős keresletcsökkenést okozhatnak, teszik hozzá. Továbbra is érvényben marad a háborús veszélyhelyzet, a kormány ezúttal 7 hónappal hosszabbította meg ezt az intézkedést, derült ki a magyar közlönyből. Az indoklás szerint továbbra is az ukrajnai háború miatt van szüksége a veszélyhelyzet fenntartására. A Momentum szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kormány így is bármit el tudott fogadtatni. Latman Tamás nemzetközi jogász pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a különleges jogrendben az ársapkákat is könnyebben fogadhatott el a kormány. Bukarestben tanácskoznak a NATO tagállamok külügyminiszterei. Az értekezet első napján a résztvevők megerősítették Ukrajna támogatására irányuló elköteleződéseket. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár szerint jelenleg a folyamatos fegyverszállítás és Ukrajna infrastruktúrájának helyreállítása a cél.
A NATO továbbra is egységesen kiáll Ukrajna mellett, és további fegyverszállítmányokkal támogatja a háborúban álló országot. Ez derült ki a Bukaresten rendezett NATO külügyminiszteri értekezlet első napján. A tartós béke megteremtése érdekében szükség van a fegyverszállítmányok folyamatos biztosítására. A NATO Ukrajna mellett áll, ameddig csak szükséges, mondta Jens Stoltenberg. A NATO főtitkár hozzátette, az ország felfegyverzése mellett Ukrajna infrastruktúrájának újjáépítése a cél. A főtitkár szerint ugyanis az orosz elnök a közelgő telet kihasználva ki akarja fárasztani az ukránokat. Nyilvánvaló, hogy Vladimir Putin meg akarja fagyasztani az ukránokat, hogy azok feladják a harcot. De nem hiszem, hogy ez sikerülni fog, mondta a brit külügyminiszter. Anthony Blinken a találkozón arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok megerősíteni katonai jelenlétét a Fekete és a Balti tengeren, mivel a NATO számára stratégiai fontosságú területről van szó. Az Egyesült Államok ezen kívül együttműködne európai szövetségeseivel, hogy megfelelő energiaellátást biztosítson Ukrajnának. Németország és Franciaország több mint 200 áramfejlesztőt küld a háború sújtotta országba. Eközben elindult az ukrán vasútvonalak helyreállítása. A munkások jelenleg a Harkivi területen fekvő vonalakat javítják, ahol mostanáig teljesen állt a közlekedés. Ez a férfi elmondta, hogy a Harkivi Prudjankában a háború előtt több mint 3000-en laktak, mára viszont alig néhány ember maradt a településen. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok újra Herszon megyét bombázzák. A területen 30 települést ért rakétatámadás, emellett megrongáltak egy szivattyú telepet, mely Mikolajiv város vízellátásáért felel. Nem a kormányváltó, hanem az MMM kultúraváltó kampányát támogatta 1 milliárd 860 millió forinttal az Action for Democracy. Ezt Márki-Zay Péter mondta a tegnap esti egyenes beszédben. Hódmezővásárhely polgármestere szerint az sem igaz, hogy a pénzt mindössze 11 támogató adta volna össze. Mint mondta, tudomása szerint volt olyan nap, hogy 640 adományozótól 17 ezer dollár gyűlt össze. Márki-Zay Péter azt mondta, nem kérdezte meg a felajánlóktól, hogy ki kap még a pénzből, azt pedig sikerként könyveli el, hogy a titkosszolgálati jelentésben fel sem merült a tiltott pártfinanszírozás gyanúja. Ami érint az az, hogy 1,86 milliárd jött hozzánk innen, nekünk összesen 2,5 milliárdos kampányunk volt, semki a magyar történelemben hozzánk hasonló átláthatósággal még soha nem számolt el, és bennünket még a magyar titkosszolgálat is hitelesített fillérre. Magyar pedagógusok, diákok és szakszervezeti képviselők látogattak el Brüsszelbe az Európai Parlamentbe, ahol képviselők és bizottsági tagok tájékozódtak a hazai oktatás helyzetéről. A pedagógus szakszervezetek képviselői, a diákok és a tanárok a demokratikus koalíció meghívására érkeztek az Európai Parlamentbe, ahol a legtöbb téma a magyar oktatás, a pedagógusok munkakörülményei és a bérezés volt. A pedagógus bérek rendezése az a kormány dolga, a nemzeti költségvetések dolga. Az Európai Uniós támogatások arra valóak, hogy egyébként rövid távon projektekben fejlesszük a magyar oktatást. Ahogy emelték a rendőrök fizetését, ahogy emelték a hitoktatók fizetését, hogy kutya kötelességük emelni a pedagógusok bérét is. Nagy Erzsébet a PDS ügyvivője úgy érzi, fontos, hogy Brüsszelben a valóságról beszélhettek. Közvetlenül a közoktatás szereplőitől hallották azt, hogy milyen súlyos problémák vannak, kezdve ott, hogy beáznak az épületek, leesik a mennyezet, egészen addig, hogy hogyan néz ki a nemzeti alaptanterv. A diákok arról számoltak be, hogy egyre többen állnak ki a pedagógusokért és az oktatás megújulásáért. A diákokat a kormány, a hatalom, a tankerületek és mindenki, akinek befolyása van, igyekszik megfélemlíteni. Viszont ezzel együtt az érdeklődés a közoktatás problémái iránt napról napra nő. I'm very shocked. Két hete Magyarországon jártam, engem sokkoltak az események, és főleg azok, amiket hallottam, mondta az Európai Parlament képviselője Ilana Sikorel. A delegációt fogadta Vera Jurova, az Európai Bizottság alelnöke is. Vera Jurova hangsúlyozta, a legfőbb feladat Magyarországon a jogállamiság megteremtése, a demokrácia gyakorlása és a gyülekezési szabadság biztosítása. A pedagógus szakszervezetek szerint a mai tárgyalások itt Brüsszelben egy hosszú folyamat kezdete volt, amelyet a jövőben folytatni kell egy sikeres magyar oktatás megvalósításához. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Brüsszelből.
Gyurcsányék ma is azért mentek Brüsszelbe, hogy megakadályozzák a Magyarországnak járó pénzek kifizetését, így reagált Dobrev Klára a brüsszeli nyilatkozatára tegnap a Fidesz. A párt közleményében azt írja, hogy álságos, hogy miközben tanárokat is kiutaztatnak magukkal hazánk lejáratására, valójában ők azok, akik nem tudnak elszámolni a titokzatos guruló dollárokkal. Híradónk után hamarosan kezdjük a ma reggel is tartott Krug Emiliával. Tőle tudjuk meg, hogy mik lesznek az első témáink. Jó reggelt, szervusz Emili! Szervusz Tamás, mi már ugye találkoztunk, de a nézőkkel még nem találkoztam, úgyhogy nekik is jó reggelt, és mondok pár fontos témát a mai startból. Az egyik, az pont az, amivel a híradó kezdődött, hogy ugye nagyjából most kezd körvonalazódni, hogy mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak januártól a nyugdíjasok. Hát ahhoz képest nagyra, hogy az elmúlt években januárban milyen számokról beszéltünk, ez 3%, 5% volt, most ez akár 13% is lesz. Hát nagyjából eddig tartanak a jó hírek, mert ugye ez a 13% az idei, meg a várható jövő évi infláció mellett és a nyugdíjas infláció mellett mennyire lesz elég? Hát igen, kevésre. Viszont az is kérdés, hogy mennyit tud és mennyit akar emelni majd a kormány. Ez lesz az egyik fő témánk. A másik pedig az egészségügy témája, mert hogy a Népjóléti Bizottságban vitatkoztak, illetve hát válaszoltak a kormánypárti képviselők, például az orvosi kamara elnökének kérdéseire, és a Népjóléti Bizottság elnöke Varga Zoltán, DK-s országgyűlési képviselő is a vendégünk lesz. És ha már egészségügy, akkor megpróbálunk tanácsot adni abban, hogy a sok-sok éppen az országban keringő vírus közül mi az, amire érdemes nagyon felkészülni, akár injekcióval, vakcinával is. Rusvai Miklós jön majd, ugye itt a Covid, itt az RSV, és itt van az influenza is, a háromból kettőre lehet hozzájutni, akár ingyen is vakcinához, hogy ezeket kiknek érdemes beadatni, milyen tempóban, milyen ütemmel, na erről is fogunk majd beszélgetni, és Tamásnak lesz még külön majd egy vitája a nyugdíjas kérdésről, ezt majd együtt elmondjuk, úgyhogy várlak ide a stúdióba. Köszönöm szépen, Emília, így van. Tehát érdekes témákkal várjuk önöket ma reggel is egészen 8:30-ig, de közben még 7 órakor majd friss híradóval is szolgálok önöknek, úgyhogy tartsanak velünk, tájékozódjanak első kézből innen tőlünk az ATV-ből.